Szerbiában egyre kevesebb hús fogy. Aki vásárol, az is a legolcsóbbat keresi. Ezért a valamivel drágább, de egészségesebb mangalicahúst nagyon nehéz értékesíteni a piacon. Köszöntöm Önöket! A Pannongazda mai adásában a mangalica tenyésztésről is szó lesz. Szerbiában még gyerekcipőben jár a biotermelés. Egyes adatok szerint mindössze 5 hektáron foglalkoznak biogazdálkodással a termelők. Október végére ismét megnőhet a kereslet a vágott virágok iránt. A közelgő Mindenszentek ünnepére készülnek a virágtermesztők. Az évi bevételük legnagyobb hányadát ugyanis ilyenkor keresik meg. A részletek következnek. Az adai Vreckó Zoltán konyhakertészettel foglalkozik. A sok növényi hulladék miatt döntött úgy, hogy állattenyésztésbe kezd. Belébe voltak nyulaim, akkor azok hogy hívják voltak? Mindig szúnyogcsípés, mindig akkor hogy hívják, rájuk untam. Aztán voltak vietnámi malacaim, az megint hogy hívják, volt, meg is fialt. Mikor levágtuk, akkor rájöttünk, hogy az nem jó, mert hogy hívják, sok vastag a bőre. És akkor nincs húsa, nincs semmi, csak úgy lehet megsütni, mint pecsenye. És akkor kezdtünk el, aztán mangalicát vettem, 2007-ben kezdtem el mangalicával foglalkozni, és azóta mindig szaporodik, úgyhogy volt 12 kocám, most 60, de akarom szaporítani még, hogy még több legyen, mert most az állományom az 70 darab, kicsikkel, nagyokkal, kanna, kocával, minden. És most úgy érzem, hogy most van ott azon a szinten, hogy ebből lehet vágni is, lehet eladni is, meg marad magnak is, úgyhogy ezekből lehet válogatni. Jó vérvonalakból mindig a legszebbeket, legszőrösebbeket, mint ahogy mondják, mert sok azt mondja, hogy úgy néz ki, mint a virka. És akkor azok az igaziak. Zoltán elmondása szerint van kereslet a mangalica iránt, azonban Adán is a környékben nagyon kevés vásárlója akad. Az emberek sokalják a mangalica árát. Sokszor eljönnek, érdeklődnek, akkor azt mondja, hogy ez drága, mert az olcsóbb. Hát mondom, mert meg el kell dönteni, hogy mit kell venni, ez biztos, hogy drágább, de jobb is, mint a többi, ugye? És akkor nem azon kell, mert azon malacot lehet venni, mit tudom én, ennek például most 3 euró kilója a malacnak, amannak meg 240 dinár. Ez mindig az körül mozgott a 3 euró. Én mikor vettem, akkor még 5 is volt, meg 6 is. De most már jó van, azóta esett az ára, mert nehéz eladni őket. Az véget, hogy például egy család, hogyha vesz egy mangalicát, ott van 70% zsír. És akkor, ha nem szeretik a szalonnát, ott megmarad egy 40-50 kg szalonna, meg még lesz egy 20-25 kg zsír. A méhhűtőben meg elég kevés hús kerül. Mert mondjuk megmarad az ódal, a skaraj, az maximum egy, meg a combok, ha megmaradnak, ha leszedik, hogyha nem sonkának adják meg, akkor maximum egy 140 kilósnak van egy 35 kiló tiszta hús. Ennyi, ezeknek nem 70%-a, vagy 40, vagy 60%-a, mint azoknak, hogy mondják, 58% a hús, ezeknek 70% a zsír. De jó, az emberi szervezetre oldódó zsírok. Az állatok tartási körülményei semmiben sem különböznek a hagyományos sertésekétől. Ugyanolyan körülmények között, ugyanolyan takarmánnyal kell őket etetni. Ezek egy marék árpán fönyőnek egészen addig a 80-100 kilósig, és aztán kell őket kezdeni hízlalni. És aztán hízlalásuk, aztán megy még az az 5-6 hónapig, és akkor elérik azt a 140 kilót. Úgyhogy még legelnek, kimennek, ilyen szabadtéri tartásban vannak, csicsóka is van nekik ültetve. Azt majd ők fogják főszenni, meg így ilyen konyhakertészetben, amikor valami káposzta, retek, valami lemegy, akkor be vannak kerítve, és akkor félholdasok, és oda mennek ki, és ott legelésznek. Egyik nap az egyik csapat, másik nap a másik csapat. És ez mellett milyen takarmányt ad nekik? Hát ez mellett szemes takarmányt kapnak reggel meg este, kukoricát szemestől, meg árpát. Meg a, mondjuk a kocák, akik szoptatnak, azok darát kapnak szójával, abban még van szója. Szója az, hogy tejvéget muszáj nekik, hogy egy kicsit erősebb kaját adni. De amúgy megnyőne amúgy is, csak hát, hogy szebbek legyenek a malacok. Fényesebb a szőrük, meg ez így van. És most itt, ahogy volt ez az elég rossz nyári időszak, télre mit várhatunk? Lesz elég takarmány az állatoknak? Nekem lesz elég a takarmány, jóval felelőtt, mint tavaly.
de azért annyi lesz, hogy elég lesz nekik, mert most a télen elég sok le lesz vágva. Van itt olyan körülbelül 40 darab hízó, ami az szerintem január végéig el fog fogyni. Ha nem, akkor mink vágjuk le, mert úgy is tudom értékesíteni vágott állapotban sonka, szalonna, zsír, kolbász. És akkor, hogy hívják, ez nagyobb része a külföldiek, akik hazajönnek ilyen karácsonyra, nyári szezonban, akkor sonkát visznek külföldre, mert itt ugye olcsóbb, mint külföldön, meg azok tudják, hogy ez jobb, meg szerintem a pénztárcájuk is vastagabb, mert különben ez itt is, csak hogyha az embereknek volna pénzük, akkor nem is válogatna, csak ez a baj, hogy itt pénz nincs. Igény volna erre itt is, csak mondom, mindegy, hogy mondtam is, hogy a pénz véget, mert ez drágább. De ha drágább is volna, és ha volna pénz, nem fogna válogatni. Megbírnák venni, csak ez a baj, hogy nem bírják. Így van. Meg ez egyedül még a szervásárlók, a jók, a beográdiak, azok is elvisznek sokat. Telefonon keresztül, akkor eljönnek, vagy én elviszem. Megoldható. Régen a mangalica szőréből kefét készítettek, manapság ilyen célokra már nem használják fel az állat hosszú göndör szőrét. A kefe mellett tapasztáshoz is alkalmas. Zoltán elmondta, hogy ő például az istálló betapasztásához használt mangalica szőrt pejva helyett. Szerbiában regisztráltan mintegy 5000 hektáron folyik biogazdálkodás, de a nyilvántartási és ellenőrzési rendszerben meglévő hiányosságok miatt a valóságban ez ennek a háromszorosa is lehet. Erről és a biotermelés szerbiai helyzetéről beszélt Bödő Kálmán, magyar kanizsai biotermelő, a Kárpát-medencé Ökogazdálkodók Szövetségének alelnöke, a szövetség karcagi elnökségi ülésén. Beszámolóját egy riportfilmmel támasztotta alá, amelyben három fiatal gazdával beszélgetett el a biotermesztés előnyeiről, de a gazdálkodásban jelentkező nehézségekről, gondokról is. Saját háztáji gazdaságában Bödő Kálmán maga is jó példával jár elől. Ez az én kis kertem teljes egészében el tudja a családomat is látni biotermékekkel, és még fölösleget is tudok kitermelni belőle. Ez a kis családi biokert, ez mindössze 250 négyzetméter, plusz ez a hátam mögött lévő kis 50 négyzetméteres fóliaház. Ebben mindenféle zöldségfélét ki tudok termelni, amint látjuk, vannak gyümölcsfák is, ott pedig az egész évi szükségletünket a gyümölcsökben is ki tudom termelni. Itt ez a biotermelés, ez növényvédőszerek nélkül, abszolút szerves vegyi anyagok nélkül, minden csak természetes anyagok felhasználásával történik. Hát volt is mit leszedni a gyerekeknek, mert mikor nemrégiben itt jártunk és forgattunk, akkor még a növények roskadoztak a termésektől. Mi minden volt itt? Hát volt itten, abban a kis fóliaházban körülbelül 400 kiló paradicsom letermett, de még most is van. Most már, amikor holnap után várjuk a fagyokat, még mindig van paradicsom is és paprika is, de már az új saláta is virul benne. Emitten a kint pedig, hát itten kezdve a sárgarépától, sárgarépa, zöldség, káposztafélék, cukkini, spenó, tehát ne soroljam minden, ami kell egy konyhára, itten megterem, és olyan bőségben, hogy a gyerekeknek, ugye akiknek már saját családjuk van, azoknak is tudok juttatni belőle. Bödő Kálmán a komposztálásra külön hangsúlyt fektetett, saját maga végzi a komposztálást, és meg is van az eredménye. Hát igen, egy helyes biokert kialakításához szükséges egy komposzt központ kiépítése, vagyis létesítése, mert semmi ráfordítás nem kell alkalmazni, hanem csak helyesen összerakni azokat a növényi maradványokat, hulladékokat, stb. Itt szeretném azt is kifejteni, hogy egy ilyen kis biokertben egy anyanyúl és annak ivadékai is helyet kapnak, mert táplálékot is kapnak a kertből, azonban nélkülözhetetlenül trágyával is ellátják a komposztrakást, amely a növényi maradványokkal együtt ugye
Évente nekem biztosít egy jó 2 köbméter jó minőségű komposztot. Itt még nem felejtem el mondani azt is, hogy kaliforniai giliszták is vannak benne, amelyek ugye tudva levő, hogy a növényi maradványokkal táplálkoznak, és ami a szervezetükből távozik, az tiszta humusz, amelyre nagy szükségük van a növényeknek. A Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének Szerbiából a Szabadkai Terrasz a tagja, amelynek egyik alapítója éppen Bödő Kálmán. A szövetség alelnökeként a közgyűlés rábízta a délvidéki, szerb, horvát és szlovén taktoborzást is. Tulajdonképpen a Terrasz Egyesületből nőtt ki az ellenőrző szolgálat, és én voltam az első ellenőrző agrármérnök, aki a Szerbia területén hivatalosan is ki lett nevezve, és amelyet 3 évig csináltam nyugdíjaztatásom előtt. Természetesen ez alkalommal rengeteg felé, nincs olyan jóformán, olyan nagyobb város Szerbiában, nem tartottam előadást, és amelyet több ezer termelő hallgatott végig, és utána nagyon sokan áttértek a biotermelésre. A Terrasz Egyesület épp a napokban tartsa majd meg a biofesztivált, amely már most elég sok éve, már most azt hiszem, hogy 10. alkalommal fogjuk megtartani. És itt ez alkalommal módunkban lesz, hogy konkrétan is beszéljünk ezekről a pályázatokról. Beszéltem is a fiatalabb biotermelőkkel, akik Kanizsán is szerveznek olyan együttműködési pontokat, amely magába foglalna szakmai előadásokat, és most már konkrétabban is beszélnek arról, hogy kiket fognak meghívni, hogy tartson előadást. Napokban beszéltem az Újvidéki Kutatóintézettel. Nagyon szívesen fogadná a szövetség, hogyha egy Újvidéki Kutatóintézet például betársulna, mert akkor a tudományos vonalon is tudnánk együttműködni. Községi szinten felmértük, hogy lépéseket kell tenni a továbbfejlesztésre. Itt a fiatal termelők nagyon szépen kifejtették, hogy melyek azok a pontok, amelyeken javítani kellene, és itt elsősorban is az összefogásra van nagy hangsúly festve. Azután a polgármester úrral folytatott beszélgetésen keresztül is oda jutottunk, hogy igenis támogatni fogja az önkormányzat is az ilyenfajta tevékenységet, ilyenfajta szervezkedést, és sőt utalt arra, hogy az Agrárunión belül is legyenek olyan lépések, amelyek ezt a tevékenységet összefoglalják. Nagyon fontos volna az, hogy egy ilyen biokert mozgalom létesüljön, mert ez tulajdonképpen minél több biokertünk van, annál nagyobb nemzeti gazdaságunk van tulajdonképpen. Annál gazdagabbak leszünk, mert majd nem kell a Spanyolországból és a nem tudom honnan, Tuniszból behozott zöldségféléket, meg ezt-azt az asztalra tenni, hanem nagyon sokan, akiknek legalább 200-250-300 négyzetméteres kertjük van, nagyon egyszerű, könnyű móddal át tudnak állni egy ilyen biokert létesítésére, ahonnan nagyon jó minőség és egészséges táplálékot tudnak maguknak megtermelni. Bödő Kálmán megítélése szerint a biogazdálkodás Szerbiában jó ütemben fejlődik. Egyre több fiatal gazda érdeklődik a biotermesztés iránt, kiskertekben, gazdaságokban próbálkoznak minél egészségesebb táplálékot előteremteni. A közelgő Minden Szentek ünnepének közkedvelt virága a krizantém. Sokan a kegyeletvirágaként is emlegetik. Egy bácskosútfalvi kertészetbe látogattunk el, ahol 8 fajta krizantém termesztésével foglalkoznak. Mióta foglalkoznak virágtermesztéssel? Hát körülbelül azt hiszem, hogy olyan 7 éve, 7-8 éve.
Mi volt az ötletadó, miért kezdtek bele ebbe a vállalkozásba? Hát mindig is a virágokról álmodtam. Tulajdonképpen nagy kertünk volt, és mindig a virágok voltak a fő cél, de hát ugye nem tudtam elkezdeni, ezt nem lehet csak úgy hobbi szinten, ezt ide azért kell tudás, és hát nagy örömömre akkor az akkori munkám az Zentára vezetett, és ott megismerkedtem egy nagyon kedves asszonnyal, aki a barátnőm is lett, és hát ő általa, ő akkor már évek óta krizantémozott, és amikor meghallottam, hát hadd ne mondjam, hogy érintett, és nagyon, nagyon készségesen felajánlotta, hogy megmutatja. Tehát úgy kezdődött, hogy fölsorolta nekem, hogy ezt is, ezt is, ezt kell megvenned. És onnantól kezdve szinte lépésről lépésre telefonált minden másnap, harmadnap, és mondta, na akkor ezt kell csinálni, na akkor ezt kell megnézni rajtuk. Segített nekem persze beszerezni akkor az első palántokat is, és hát így kezdődött. Én nagyon hálás vagyok neki igazándiból mai napig. Utána persze ez kinőtte magát, tehát utána már nem csak a krizantémok, utána már jöttek az egynyáriak, a március 8-ai virágok, és így több lépésben, tehát több ilyen turnust tudunk kikísérni évente. Ez egy családi vállalkozás, ki vesz részt a munkában? Hát igen, kizárólag családi vállalkozás, nagyon igyekezünk elkerülni a külső munkaerőt, mert hát az annyival mínuszba is vagyunk akkor, tehát az mindig pénzkiesést jelent. Ez egy ilyen kicsi családi vállalkozás, és tényleg csak annyit vállalunk be, amennyit mi meg tudunk oldani, főleg a fiatalabbik fiam, Szabolcs, ő a társam, úgymond, mi ketten, és hát a férjem az nagyon sokat besegít, amellett, hogy neki van munkahelye. Milyen munkákat válasz a családi gazdaságban? Hát általában az ilyen nehezebb fizikai munkákat, ugye a szüleimet azért kicsit itt kíméljem, mégis ugye 30 éve fiatal vagyok, mint ők, úgyhogy igyekszem az ilyen komolyabb fizikai részét vállalni, valamint az értékesítés, piacozás, ez sofőrködés, ez úgy érzem, hogy ez fekszik nekem, de minden másban persze bele okoskodok egy kicsikét is, igyekszek mindenben részt venni, amiben csak lehet. Melyek a legközkedveltebb krizantémok, amelyeket most legszívesebben vásárolnak? Hát évről évre az a tapasztalatom, hogy az árak nagyon fontosak. Nagyon megnézik az emberek azt, az asszonyok azt, hogy milyen árba mennek a krizantémok, így hát nekünk is valamilyen szinten alkalmazkodnunk kell hozzájuk. Tehát az idei évben nagyon-nagyon csodálkozom rajta, hogy nagyon sokan a 30, mert persze vannak kisebb, nem egészen kinyílott virágok, vagy kisebbre sikeredett, lemaradt valamilyen oknál fogva, és ezeket 30 dinárral indítjuk, és onnantól mennek felfelé az árak. Tehát lesz ilyen 50-60 dináros lesz. Most azt nem tudom, hogy ez extra nagyok, azt mindig az utolsó héten szoktuk letudni, olyankor körbe telefonáljuk a környéket, és akkor döntjük el, hogy hogyan is legyen, és nagyon sok rendelésünk van olcsó virágból, és hát itt lehet észrevenni azt, hogy most tegyük félre ugye a politikát, de a pénztelenség az nagyon kiütközik. De a legközkedveltebb igazándiból a nagyvirágú. Tehát aki vannak évekkel, évek óta visszajáró kuncsatjaim, akik hát a nagy krizantémokra esküsznek, és nem számít, inkább ez kevesebbet, de az akkor legyen ilyen nagy. Úgyhogy a poliszádok azok, amik még mindig vezetnek. Az sárga snowdon lesz, ott az a kicsi darabon, ami van. Ezek itt a poliszádok, és az pedig séna, tehát fehér séna. Fehér séna, ha bár olyan rózsaszínes árnyalata van, de hát ők is gyönyörűek. Mondjuk nekem ők a kedvenceim. A pompás virágok között találtunk más krizanténfajtákat is, úgy mint a sárga poliszéd, anasztázia vagy a pókrizantém. A termesztő szerint a zöld színű krizantémok népszerűsége is feltörekvőben van, hiszen más színekkel összeillesztve kellemes, dekoratív látványt biztosítanak. Hol tudják értékesíteni a virágokat? Nagy részt a faluban. Tehát majd, hogy nem úgy is állítjuk be, hogy annyit, amennyit itt falu szinten, esetleg Topolya. Tavaly próbálkoztunk Szabadkával, ami aztán csalódást okozott nekünk, úgyhogy megmaradunk mi a mi kicsi falunkban. Alkalmazkodunk itt az emberekhez. A sikeres hozamhoz elsősorban a termesztők szakértelmére, elhivatottságára volt szükség. A család most abban reménykedik, hogy a bejósolt hirtelen hőmérséklet csökkenés nem tesz kárt, és még a fagy beállta előtt értékesítik a virágokat.
a Pannon gazdát látták. Köszönöm, hogy velem tartottak. További szép napot!